A második hévízi autómentes napon több alternatív közlekedési eszközt is kipróbálhattak a vállalkozó kedvű résztvevők. A lusták sportjának tűnő gurulás semmivel sem egyszerűbb, mint egy kis külső rásegítéssel, a nagy gömbbe haladva eljutni A pontból B-be. Az érdeklődés középpontjában azonban mégiscsak az a szerkezet állt, amelyik a kötött pályás biciklizés lehetőségét kínálta garantált fejreállással. Nagyon jó volt, egy nagyon jó találmányt ismerhettünk meg ebben a szerkezetben. Én egy kicsit csaltam, mert beszéltem előtte azért a tulajdonossal, és egy meglévő ötletnek a továbbfejlesztés, ami igazán jól sikerült. Mi hozza egyáltalán mozgásba ezt a szerkezetet? Hát úgy tudom, és nem vagyok benne azért járatos, hogy ugye a saját hajtásom, ehhez járul hozzá az az elektromos energia. Ugye annyi több lett el, amivel gyorsabban én tekerek. És ez a fejen átfordulás, ez milyen volt itt menet közben érzésként? Az elején nagyon féltem, de aztán a második, harmadik, negyedik kör után már csak az élvezeti a pálya. Ez a repülő kerékpár a mi szabadalmunk, a mi találmányunk. Egy lánckerék meghajtású kerékpárt fejlesztettünk tovább, kicsit megtuningolva elektromos rásegítése, hogy könnyebben átforduljon, de dolgozni kell, le lehet izzadni rendesen, több energiát fölvesz, mint egy szobakerékpár, és látványos, nem beszélve szórakoztató, jó érzés. Tulajdonképpen mire jó? Szórakoztatásra? Ez szórakoztatásra, egyben, meg sportolásra is. A játékosság végig kísérte az egész napot. Míg a távirányításos kisautók a terepasztalon szaladtak, karamboloztak, addig több lábbal hajtós közlekedési eszközzel is birkózott az apró nép. Ameddig a pedálos gukártok eljutottak az aszfalt koptatásáig, addig bizony megjárták a hivatali útvesztőket is. Amikor megvásároltuk ezeket a gokártokat, akkor be kellett vizsgáltatnunk, mert egy vállalkozás nem működhetett akármilyen játékokat, és akkor elkezdődött egy hercehurca. Ahány hivatalhoz mentünk, annyiféle választattak, hogy ez minek minősülhet. Volt, aki az önkormányzatuknál személygépkocsi kategóriába minősítette, volt egy másik hivatal, amelyik rokkantkocsi kategóriába minősítette, és az lett a vége, hogy az okmányiroda felirányított minket a Műszaki Egyetemre Budapestre, ahol itt egy úriembertől azt a választ kaptuk, hogy le kell vizsgáztatni. És ez meg is történt, tehát lejött az úriember Budapestről, és hivatalosan levizsgáztatta ezeket a járműveket. Ugyanis az a probléma, hogy ugyan gokártok be vannak sorolva, tehát léteznek paragrafusban, viszont nincsen meghajtás szerint megkülönböztetve. Tehát a pedálos gokárt az ugyanabban a kategóriába esik, mint a motoros gokárt. Azért a gyerekek egészen jól tudják hajtani jogosítvány nélkül is, ugye? Jó tudnak, jogosítvány nélkül, meg benzin nélkül is, úgyhogy kiflivel, kenyérrel, tejjel ez nyugodtan elmegy. A rendőrautó csak akkora alternatív közlekedési eszköz, ha nem önként utas benne az ember. Így álló helyzetben azonban egészen más, a gyerekek pedig tolongtak szirénázni. Sokan feltették a részek szemüveget is, amiben döntögették az akadályokat. A próba után elmondani sem egyszerű, mi is ez az élmény. Olyan szemüveg, ami a fölveszed, akkor el van egy kicsit hajolva, így össze-vissza ilyen, mint a széttört szilánk lenne itt. Így össze-vissza, ami két ilyen téglalap van, ami mögött nem tudod, hogy melyik a hamis vagy az igaz, hiszen neki mész úgy is, de nehezen lehet kikerülni. Sokan családostól érkeztek, és a tervezetnél tovább maradtak a gyerekek kedvéért. Nagyon élvezik, nagyon jó ez a rendezvény, nagyon sok ötletes játék van, mindent kipróbáltunk, amit lehet. Felnőtteknek, gyerekeknek is egyaránt nagyon jó játék lehetőségek vannak itt. Apukának tartani kell a lépést a gyerekekkel? Magyarán ugyanúgy ki kell venni részét a programokból, és kipróbálni a különböző eszközöket? Igen, de jó is, tehát második gyerekkornak is nagyon jó.